Sziasztok, itt vagyunk újra a Heroes 4 világában. Heroes 4 végigjátszásunkat láthatjátok, tehát újra. Le kell győznünk a szerveroszokat, ami hol a jó büdös francban van. Igen. De a gond, mindig azt jelzi, hogy hova kell visszamenni, nem azt, hogy hol van az adott szerverusz. De mintha jól emlékszem, talán legyőztük, már mindjárt meglátjuk. Aha. Szuper, köszi. Ez jó lesz védelemnek. No. Hát ugye itt hagytuk abba. Felszedjük azt, amit a kedves ellenség itt hagyott. Ezt miért akartam én megölni? Basszus, kicsit sokan vannak. Egy picikét. És nagyon sokan vannak. Ez tudatos lesz. Francoska, ne! Problémák vannak. Még mennyire. Mindig az állató volt sajnos. Hát az őket volna megtámadni. Ott volt a madár. A madár. Na most azt kéne tudni, hogy hogyan menjünk, merre menjünk. Ugye. Hoppá, miért csak nem tud ebben fejlődni. 20-as szint a maximum. Steel 80 csökken, akkor már a közösbe. Oké. Akkor pedig len. Tudunk lenni, és de miért jöttem én ide le? Ezt kéne megtudni. Köszi, na így sok pénzünk van, de nem baj, ha még több lesz. Na jó van, az a lényeg most, hogy... Csak egy vasházát... Itt minden, mindent betankolunk. Csak lehet. Ami ugye Varváros város. És akkor... Ide is kéne hozni. Jaj, basszus, itt nincs karaván, de jó. De szuper. Na, nem csak. Én nem tudok csinálni el, de jó. Na, akkor ezzel jövünk lefele. Engem továbbra is ki tudnak indulni bármikor, ugye bár? Mindig örülök. Akkor én ide. Karán. Ide behozunk minden maradék dolgot. Meg ezt. Oké, ezzel erre megyünk. Jó sok pénzük lesz. Így. Thank you.
Te pedig lefele néz. És akkor az elkés, most már megyek ezzel. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Harpia, csúcs! Aztán jó felvértezzük a mellettünk álló tünde, meg egyéb ilyen felbérlőhelyekkel. Fú, ez jó lesz. Levédjük ezt a várat. De valaki be akarna támadni. Na, nehéz dolga lesz. Jó, hát nem... orbitális nagy sereg, nem egy olyan sereg, ami megismételhetetlen. Tehát erre fele kéne jönnünk. Nem arra, mert most annyira mentem lefele. Sajnod így. Csatlakozz. Itt. Hát itt nem lehet teleportálni, mint a hadban a többibe. Hiányzik. Hogy gyorsítaná a dolgokat. Egyébként. Ezt lehet, hogy ketté szedem. Mondom, lehet, hogy ketté szedem. Oké, menjünk. Ez érdekes lesz. Ez hajas? Nem tudunk fejlődni. Képpen maxolni ezeket a hőseket, mert következő pályákra kell lenni fognak. Akár mutok négyet. Lesz így is. Azt hittem, hogy jobb lesz a helyzet. Hát nem így lett. Plancs. Na, ez jó volt. Ez nem annyira. Hogy essem. Basszus, nem tudom, ennyire védték ezt, hogy egy kicsit ezt megszívtam, basszus. Kicsit nagyon megszívtam. Nagyon sok értelme volt. Reményem szerint. Ja nem, ezzel nem megyek lefelé, na hát ez egyszerű megoldás. Egyszerű megoldásokkal. Ó, ez a sereg, ez már elég brutál. Ezzel kiindulunk szépen. A másik sereg pedig... ott fog erősödni majd. Ja. Be tudom küldeni. Plac. Plac.
Úristen, négy nap, mire ide ér a szál az éj. Ez az éj biztos. Még más is az a gond. Ezt őrizte, ezt a sok mindent, hát. Elég érdekes. Valamazzunk úgy. Na ne, ha még én mit szórakozik ez. De most csak sereget hozott is, és nem. Egy kis csalakinta. Nem csak. Vagy cél, ó! Megállók vagyunk, ez komoly. Ó, ez komoly. Azt jól tudjuk várni. Össze kéne menni oda az a főső barbárvárhoz, mert gondok lesznek. Szívtuk egy picit, de ő sem nem erős, mint a másik. Hát erre most nem nagyon van szükség, főleg, hogy itt meg annyi minden van. Ó, ott a kék zászló, de még nem mentünk, vagy mentünk a minket, és akkor be mentünk, szuper. Elvileg, nem? Igen. Na, azt le kéne valahogy verni, bár nincs nála hű. Jaj, elszóltam, nincs hős, ja. Aztán mégis. Na jó. Szuper. Lehet, szépen betűnünk ide. Ó, ott elég jó dolgok vannak. Azt a franc, viszont kicsit sokan vannak. Na, az egyiket szabotáltuk. Ó, basszus. Jaj, ott is van még. Azt nem mondtátok. Na, ez jó volt, amit most csinált. Basszus. Mi rohadt túl sok. Az aztán jó be lett védve. Mit mondjak? Őrülteket mindig elvesztem, mert nem nehéz mondjuk elveszteni őket. Azért vesztettünk nem is olyan keveset, de inkább az őrülteket. Kitartás, italom. Az a vicc, hogy nekem már semmi sem kell itt szinten, mert hullosan vagyok. Még, nem tudom, az eredetileg erre mégis ennek ellenére ezt. Na, ó, de hogy nyitom újra a térképet. Csak szeretnéd. Jaj, ne, ugye nem az udvarhoz, bakker. Ne, ezt nem hiszem el. Éreztem, hogy előre kell vinnem.
a dolgokat. Akkor most igazunk kifelé. Jó, hogy félvettem. Lehet, hogy hát azon nem maradhatok ezzel, hát közelben maradhatok maximum. Azon kívül. Majdnem odaért. Most ez komolyan foglaljam el a várat. Oké. Most előtte még ezt is várjam le jutalomként. Bravo, azt a princeska. Mi volt? Ja, hát az az, az varázsolt a persze, persze. Plács. Hát jó kis sereg volt. De mi van? Ó, basszus. Hát ez kicsit erőteljesebb. És az a gond, hogy megöltem egy ilyen kis mellékes lüzenge sereget is. Semmi változás, tehát így komoly. X-ét már nem kapok. De ezért jöttem. No. És azt kéne kitalálni, mit tegyünk. Mit csináljunk. Konkrétan. Mert ez van úgy, ahogy be van védve. Nem fogják csak úgy elfoglalni. És így betankolok, akkor mi van? Mitől kell jönni innen például? Nem tudom, de arra jó lesz, hogy erkedjünk. Most és ez megtámad. Milyen serege van. Valamikor se... Ez a kettő, ami igazán erős, még ez se gyenge ilyen miatt, hogy... Ó, basszus. Komoly esélyem van. Mondjuk az a szerencsé, hogy nem nagyon tud. Na megint az anyám egy ilyen basszus. Akkor mégis a sárkány is erős basszus. Az a négy darab is. Hát semmit nem vesztett. Én meg nagyon sokat. Na ne, ez azt jelenti, hogy... Ja nem, más volt, jó. Megijedtem. Ez
összevesszük most erre a blubblegy felvevő helyre. Gyorsult. Legyen. Rosszul nem fog jönni. Hopsz. Itt is vár ránk még egy kis meglepetés. Ó, yeah. Van egy kis ráadás. Nyelnyelgető seregünkre. Gondoltam, ezt az évtizedes trükköt fogja tovább használni, hogy a kapun, amit oda raktak erre, szépen kijön majd. Mi volt? Fond nem láttam, közben lehúztam a... Ugye nem azt jelenti, hogy 7 napon vissza kell foglalni a várost, mert ez kicsit gáz lenne. Akkor tele vagyok a várossal, és ilyen hírozva nem az a lényeg elvileg, hogy csak a fővárosa, de... Ó, oké. Veszene, és akkor már nyert az ellenség, hanem egy városod sincs. De akkor lehet, hogy itt máshogy van. Na, ez jó. Ez most jó volt. Mennyi van még ebből? 4. Basszus. Na, vele megpusztult. Szalaj. Nem várunk tovább. Főleg, hogy innen ezt tudom lőni. Aha, jártak repülni. Ha-ha-ha. Jó, hát azt gondoltam, ez várható volt. Várható volt. Nem lehet innen meglőni. Francas kádat. Azt. Előtt az egészet, az igen, 138 darab. Ezt nem gondoltam volna. Ezt lehet szét kéne egy tis szedni. Egy erősebb sereg, mint ami elott, azt nem tudom, hogy akarom én legyőzni. Két nomád, mikor nekem rohadtul nem kell. Utána még az aranyjány, de az se kell. Itt a kék kulcs, akkor mégse ott van, ahol én azt gondoltam. Komoly. Menjünk el, hát ha itt még van valami. Ez még XP adó, de az hiába. Konkrétan. Jó, farkas fejeket találtam. Nézzük, hogy állunk. Insulinit. Insulinit csökkent a kép. Nem vagyunk előrébb. Rövön. De ezt honnan van neki egy csomó ilyen természeti lénye? Hoppá. Nem szóval, óó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 
Talán nem ügyek az esélyeket. Azokat a két durva erős hősöm is van. Érdekes lesz. Ez nem sok volt. Bakker. Komoly. Egyetlen tudtam leszedni. Basszus. Egyet.
Még ki ért pontosan van. Ez érdekes lesz. Valamazzunk így. Ha most már sokkal gyenge vagyok, én nincsen hős. Nem, erre kell rá menni, annyira erős, hogy csapna. Szépen betörjük. Szászott egy kéne. Jó, hát válasszam. Meg megyünk párom. Valahogy így a sárkány meg fog ölni. Vagy ez. Ha, ez kérdőtlen. Szóval így nem fogom a sárkán belülni az életbe. Eddig tudod varázsolni vajon? Itt a nagy kérdés. Inkább ezt kéne szétverni. Nem értésem. Na, elfogyott a varázs előtt. Barátom. Jaj, ne, választás, hát ebben is meg megszívottam. Esélytelen. Még mindig tud varázsolni, nem engem. 9-et szelek meg, 9-et. Semmi. És elfogyott a lövés, így valamit ki kell találni. Nem tudom, hogy mit. Itt a problém. Azt mondjuk esetleg kitalálni. Hogy? Mindenhol betankolunk. És ide áthozzuk. Még ezekkel is lehetne támadni, és nem. Na, a dolog, hogy nem sokkal jobb a helyzet. Hát idehozom. Nem fogjuk tudni elfoglalni, nem tudom, sok a 7 napon belül el kell foglalni, vagy sem, de nem fogjuk tudni, ott tartunk. Szerintem akkor előnyi oda beraktak egy ilyen rohadt teleportot, hogy van hihetetlen. Ezeket elfoglaljuk, hogy ne termeljen neki ezt-azt. Kapja szépen karavánnal. Bár akkor meg az alsó, tehát ezt veszti el, és ha egyesülünk, akkor neki annyit el. Választania kell. Ilyen szempontból. Na igen, akkor azt is megcsináltuk. Ja. Jön még valami?
Irányítás karavánok. Hát igazán megvárjuk. És akkor megint császkál tesz vissza. Na, hát lehet menni a föld alá. Na, lehet, hogy ott ki tudnék élni? Ez komoly lenne. Szeretnénk a megfoglalni. Basszus, ebben is van minden szar. El tudunk képzelni. Jó, oldalán megpusztult. És hogy ott mi kell, most azért menjek oda-vissza. Tudja meg, hogy mi kell. Ez érdekes, hogy csökken folyamatosan, viszont az ereje 90% az itt ez fontosul, tehát... Ezt erre vagyunk. Lehet, hogy ezt csinálom. Nem tudom, mit cseréljük. Hát nem cseréljek ki, de csak egybe rakom a dolgokat, és akkor ezt berakom még. Ja. És nem tudom, megtámadjam, ez mennyivel nagy segítség, hogy ezzel megtámadom. Mennyit érek vele? Szerintem nem sokat. Mi történt? Elküldt a... Hoppá! Hol lett a... ez most elég érdekes. Felállóztam ezeket. Eltűnt a hőse. Ami érdekes. Tehát akkor ezek szerintem még teleportálni is tud? Mégis. Most, hogy került innen a hőse, de még örülök neki. A félre ne értsétek. Nem is örvendek néki. Tehát, hogy hol lett a hőse, basszus. Oké, és akkor most el tudjuk ide hozni. Hát szuper, és megint nőtt az ereje. Mert azt hittem, hogy csinálja ezt az erőnövekedést nulla emberre, de hát... Vagy elő nulla ember, nulla várról szinte, vagy egy vagy két várról. Ha csak az egész föld alatt még nem az övé, de lehet innen, mert itt inkább ilyen kisebb föld szegmensek vannak. Szekciók, tehát... Nyilván értem én ezt. Valószínűleg ott van valahol egy vára még, ugye azért is menekül arra fele. De simán be lehet jönni? Érdekes.
Mi volt itt a feladat? Kis leírta. Itt kell itt le... Ja, ott a kulcs. Aha. Most is le kell jönni ide. Nincs vesze. Szépen. Hopsz, ez még elmentál. Elköszi elementált, én nem nagyon akarok. Sziklát, hogy elfoglaljuk. Oké, okay, nos, hát kell, hogy jöjjön. Újjá, meg is ért. Szupi, szuper. Oké, okay, és akkor most pedig nem. Eljövünk ide. Ezt már elfoglaljuk, ha itt vagyunk. Az jó volt. Csak azt az egy-két bolond halt meg. Aki amúgy is bolond volt. Csak itt talán mindenkit leverek, mert kapok XP-t érte, szóval elég gáz a dolog ilyen szempontból. Fucker, ezt nem kellett volna elfogadni. Ez egy szar gyors csata volt. Törfök, nem verhetnek le. Hogy hozta ezt ki? Az is neki rohant. Az kész. Oké. Ez ezt elfoglaljuk. Ez rohadt idegesítő. Bármikor megint ki tudod jönni. Bár nem biztos, mert lehet, ez az a kapu, amin leteszteljük. Egyébként, nem, akkor ez is megvan. Szuper. Azonban ugye neki valószínűleg egy serege van egy helyre koncentrálva, nekem a kettő külön-külön, tehát van egy problematika jelen helyzetben. Letámadni ezt. És akkor van ez, igen, az már jó fog esni. Jó, ez nem. Borván. Akkor ezt viszont betankoljuk. Ha! Ez honnan jött a szennyi kobol? Komoly. Ha. A kobold írtó. Szerintem a kobold megdobja az egészet most. Még a többi is. Tankoltunk mindenhol. Akkor ide kérek most még. Ah, mehet az egész. Ez is. Ez is. Nem tudjátok, hogy ez is. Most ezzel vagyunk közel hozzájuk, úgyhogy mindent ide viszünk. Érdekesítő. Na, megöltem magát, jól van. Ó, bakker, ezt nem hiszem el. Ez hihetetlen. Asszus. Tíz adna. Nem leszünk előrébb. Inkább villám.
Másoljunk előre. Szuper. Na jön a menő, manpower, menő manó, szó szerint. Meg az ütésre azért remeltek fájni fog. Hát igen. Jó, de jó. Ez nagyon durva el a sejel. Megint megvártam, hogy szépen lemegyek. Ha, ebben megölte ezt a 800-as manót ezzel a varázsra. Cunamival, basszus. Ez nagyon durva. Hát, de manó az nem sokat ért. De ennek ellenére elvileg eddig is úgy volt, mint hogyha úgy vettem volna észre, hogy jönnek, tehát ennek ellenére. Hűj, basszus. Most ha ezzel lemegyek, akkor még biztos valahol kijön megint, tehát én azt szoktam így csinálni, úgyhogy... Ezt a barbárvállast el kéne foglalni. Jó, igen. Köszi. Csak álljak a várra és várjam, mert aztán nem tudom hány millió ember ki. Igen. Ó, yeah. Lehet, hogy lesz a megoldás. De esetre ezzel eljövünk erre. Annyi után. És most már át tudok menni a kapun is, tehát remélhetőleg nem fog teleportálni. Nem is nem szeretném. Basszus, hát hogy hozza ezt ki? Szerintem. Hihetetlen. Már részben nem fog varázsolni a kedves ellenfél. Ezt hozzá kell tenni. Igen. Na, körülbelül erre vártunk amióta. Szóval lesz még egy adag. Ha jól emlékszem, köszi a varázsodat a barbárnak. Kötelező. Tehát ezt így tervezték meg. Ó, bakker, ja, ez csak egy sima, sima dolog. Ó, ezt elfogadottam volna, sem mindig. Tudod, hogy hagylak elmenekülni önöttes. Azért mindennek van határa. Két. Ülő közé szorulsz. Remélhetőleg. Ezt már láttuk, már megcsináltuk. Oké, igen, köszi. Erre vártunk. Legalábbis biztos. Szuper! Még egy kört, igen, megjött a további muníció. Talán biztos sokkal előbb leszünk, de ki tudja. Jó, vacsor, ezt milyen próbáljuk meg. Ja, még ez is van. Hát megint vigyük be ezeket. Nem érek el vele semmit konkrétan. Egyet le tudnak legalább ebből szedni, már jó lenne, de hát ez esélytelen. Hát már nem is fogom látni. Nem durva. Most kéne sajnos megtámadni. Nem, úgy döntöttem, hogy szerintem inkább nekiindulunk ezzel. Így erre fele szépen. Inkább gyorsan megoldjuk a dolgot, a problematikát. Úgy döntöttem. Nincs. Ó, de jó. Szuper. Totális frontális támadás. Megpusztult. Nem. Pusztulj. És nem. Akkor most.
Most így előbb kevesebb lesz neki a védelme, elvileg. Gyakorlatilag majd kiderül. Hamarosan. Pusztulj, 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 pusztulj. Na, hát igen, ez látszik, hogy nem egy erőteljes vár. Csak egy gyenge vár. Ugye a francos kárán nem előtt, ahol vagy basszus. Azt amennyit szivatok neki, nem durva. Ez szép volt. És ezt tettem elég sokat, de hát innentől már könnyű a helyzet. Hiszem, hogy szaros bokor miatt nem lehet arrébb menni. Ilyeneket úgy utálom, amikor ez van. És innen is tudok még lenni, ez is komoly. Na nézzük, ki bírod? Ki? Szép volt. Basszus. Ez komoly volt. Azt, amiket kaptam. Na, van még egy ilyen, rakhatom is be. Ezt már rakjuk is be. Mondjuk. Így, és akkor szálltok annyira érdekelnek engem. Egész jó dolgok vannak itt. Még ezek nyilvessző. De is már csak nekod a rakni, most ez annyira érdekel engem. Négy nyilvessző. Megvan, ez kicsit se durva. Vesszük az, ez köszi, ez nem érdekes. Ups, paritjára megvan. De ez Dávid paritjája, az nem ugyanaz. Elvileg már semmi nincs, ugye? Na, akkor jövünk lefele. Amelyik most milyen serege van. Hát igen, neki ennyi volt konkrétan. Jó, hogy nem volt, az volt a kulcs, hogy nem volt kastély. Lett volna kastély, akkor megszívom, mint a torkos volt. Tehát így körülbelül. Innentől már könnyű lesz a helyzet. Mindenét elfoglalom, kivéreztetem ezek után, ez ilyen alap kivéreztetés. Nos, hát valószínűleg a másik ősre fogom elfoglalni a várat, mert valami ugrik egy-két szintet, legalábbis én ebben bízom. Talán meg kiderül természetesen. Na erre lehet menni, akkor menjünk erre, csak a biztonság véget. Na, neki is voltak ilyen barbár helyei. Még jó, hogy barbárnak kellene a barbár helyek. Na. A franc van a városa, el van dugva a sarokba, basszus, hogy úgyse vezet oda hozzá. Érdekes. Érdekes. Most jön el a vég, két sereg jön feléd. Hát, akkor így már biztos a dolog. Na most legalább közelharcba is erős lesz a hősöm. Na mennyi a közelharca? 61. Lehetne jobb is. Úgy találkozni kell viszont a két seregnek egymással. Na, itt is tele volt ilyenekkel. Így nem is olyan nehéz így felerősödni. És ezek szerintem már az elején az övé voltak. Azonnal. Itt a vár, itt a vár, engem vár. Basszus, van egy. Még jó, hogy bementem, ha van narancs. Mi a franc van, látjátok? Amélkül nem lehet bemenni. Éreztem én, hogy ez kelleni fog még valamire. No.
Tessék, meg mit tudunk. Kapsz egy ilyet, be is raktuk. Ezen kívül ezt is ugye, talán még ezt is, ezt. Na, mit ad? Akkor az igen, ha nem kell, ez izé, akkor aztán rakjuk be, ez ettel növeli. Ezt rakjuk a visszasebb kedvéért. Azt nem több tudsz lesz, ami, ami jó tud. Erről volt szó. Mi ezt is berakjuk ennek a helyre, és akkor megvan oldva a dolog. Ennyire egyszerű a helyzet. Ez már sereg a javából, úgy érzem esélyes. Esélyes vagyok. Megoldjam a helyzetet. Jó, még ez is védve van. Nekem jó szarokkal. Na. Jaj, hej, nem az a mező. Menjünk neki. Érdekes, hogy nincsen gyors csata. Csupcsa. Fogadta még a tündéres helye itt, hogy mi a franc. Nem is érteni ezt. Nagyon ebbe. Hát ez már kéne szépen, ez már egy nagy semmi konkrétan. Jó be volt még. Oh, ez mi a franc? Ennyit vissza egy pillanatra, mit jelzett ez ki itt az előbb? Ja, ezt benéztem, hát igen, ez banda, jó van. Oké. Okay. Már mindjárt más a helyzet. Igen, azért ez komoly lesz. Nézzük meg a tolvajcét. Hát, hogy mindig majdnem a fele az seregemnek. Na. Dogász, hogy egy, hát betörök, az kész. Ez a taktikám most egyelőre. Bakker. Ez kicsit húzós volt. Nem erről volt szó. Ez kicsit se durva. Ezzel próbáljuk betörni, és ez a ter, aztán majd többit még meglátjuk. Még azért a másik hősöm azért nem olyan erős. Tehát azt én gondoltam, azt a... Hát igen, ez a 100 kükkapsz azért tud. Elég ennyi, hogy ő tud. Hát azért... Azért ez igen komoly. Hát most jó, ennek nem tudom, hogy jó a védelme. Hát... Más kategória. Na, elég legyen a jóból. Kiindulunk. Ez azért nem, nem lenne ekkora sereg, amit pedig átdobók lennének ám. Nem egyszerű, mint ahogy sokan gondolják. Hát remélhetően meg lesz a szintugrás, és igen. Ezen meg fognak varázsolni a kedves ellenfelek. Már jóval azelőtt tudtuk, hogy Vogel seregei közel vannak, hogy harcba bocsátkoztunk volna velük. Napokig küzdöttünk, hogy a helyzetbe kerüljünk. Ekközben kiderült számomra, hogy Vogel nem átlagos hadúr. Vágott az esze, mint a borotva. Váratlanul ketté osztotta a csapatait. Vogel seregének jelentősebb része hátra maradt, hogy elünk harcoljon, de egy kisebb egység a közeli hegylánc felé iramodott. Mi lehet a céljuk? Talán olyanként jelentkezett a követőket, és meg tudja, mit terveznek. Négy türelemmel mondta most abban, mielőtt távozott volna. Ne hagyd, hogy előnyőzzussanak csak azért, hogy a csata véget érjen. Az nagyon sok ember életébe kerülne. Ne feledj, mint vezető, felelős vagy az ember életéért. Ők számítanak mindenek felett. Nincs jogod, hogy díjas légy vagy türelmetlen. Igen, tudom. Közösség számít. Elsősorban.
Tarnum megszülött a kezem. Amint időzel, gyere utánom. Vigyázz magadra, Tarnum, mondtam neki. Tarnum elmosolyodott, vigyázni fogok. Ezek voltak utolsó szavai, mielőtt néhány feledelítővel az oldalán elragolt volna. Nem sokkal később megfelelő alkalom adott, s harcra bocsátkoztunk Vogel erőivel. A csata után megnéztük a halottakat, de Vogel holttestét hiába kerestük. Később kikérdeztem néhány főket, akik elárulták, hogy Vogel a kisebb csapattal rosant el. Erősítését ment. Egy hét múlva találtuk meg a feledelítő holttestét, egy sokkal nagyobb csapat ütött rajtuk, és a helyszínen talált vérmennyiségével ítélve kemény csata bontakozott ki. Tárnunk teste nem volt a többi halott közt. És hát akkor illet vége a második barbár pályának. Vérjack, látod ott azt a hegyi kutyacsapatot, mely épp a völgyön vonul keresztül? Látod, hogy a sebesült kutya félre sántikál a többiektől? Tudja, hogy visszafogja a csapatot. Amíg velük van, a többiek az ő tempójához igazodnak. Nem közösítik ki, mert szeretik. Ezért inkább önként lemarad. Inkább meghal, hogy a többiek erősek maradjanak. A döntés nem mindig könnyű, de a csapat az első. Ez egy kisebb térkép lesz. Lehet, hogy nem is lesz várunk. Alapján, ugye itt a hadjárat küldetés, Vérjack szörnyű választás elé kerül, amikor megtudja, hogy most a fia Tarnum a genisztőlő Vogel fogja. Ugyanakkor az egyik szomszédos területen Hundrika hadúr több száz barbár nőt és gyereket dolgozott rabszolgákként, halálra, hogy minél előbb új serege legyen. Vérjack nem menteti meg most a apját és a rabszolgákat is. Győz le Hundrik nevű hőst, Vérjack hős meghal. 25-es szintig fejlődhetünk, és a másik legerősebb hős is átkerül, tehát aki mellette a másik legerősebb. Több mint 20 törzs küldetteinek a gyűlése késletette apám kiszabadítását genisztelő Vogel börtönéből. Most a apám eltűnése alatt próbálom kideríteni, mi történt vele. Tegnap végül nekem kedvezett a szerencse, mert odajött hozzám egy idős férfi. Jelentette, hogy láttam, amit Vogel egy foglyot kísért a közeli Bandberg városával. Felderítem, azóta is megfigyelés alatt tartják a várost, Tarnum még mindig ott van. De ez a váratlan törzsi gyűlés késletett a cselekvésben. A hosszadalmas ebédet és szertartási bemutatásokat követően a legidősebb küldött feltehetően választott szónokuk elölé. Törzseink, gyermekeink, tele hasa, szarvas haráink jól lakottak. Gyermekeinknek tele a hasa, szarvas haráink jól lakottak. Raktáraink csülüktembe, kezdte a férfi az összes többi képviselőre mutatvad. És mindezt neked köszönhetjük. Tagadólag ráztam a fejemet. Dehogy is, együtt csináltuk mind közösen. Erre mindig is képesek voltunk. Igen, de te mutattál számunkra uta. Ezért jöttünk most ide. Nem értem, mire gondolsz. A szónok irányított a csípőjéről függő szúros elsőjén, és kivett belőle egy újonnan készült diadémon. Ez a koronavasból készült akár a legnagyobb őseink által viselt koronák az első barbár király hódítója áruralkodása óta. Tökéletes kör azt jelképezi, hogy erőnk alapja az egység. Ezen elmi sok törzs képviselője, népünk királyával fogadunk téged, Vérjack. Az öreg ember felém lépdelt, majd elém tartotta a koronát. A lélegzetem is elakadt, és amikor rájöttem, mire készül, és bevallom, nem szívesen fogadtam el. Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy gépünket egyetlen királyra lenne szüksége népünknek. Több személyiségünk van, számtalan törzsünk. A múltban királyunk csak visszájszítottak. Én más lennék-e? Még mindig tétváztam, amikor észrevettem, hogy az ötös mester egymás ellen küzdő Griffek képét véste a simára csiszolt vas felületére. Griffek? Kérdeztem. Annyira tudtam, népünk számomra semmit nem jelentette. Igen, kezdte az idős ember büszke mosolyal, neved a barbárok is, ilyen meg Griffet jelent. Nem vettem el a koronás idős férfi, akkor felém hajolt. Suttogva megkérdezte. Valami baj van? Nem, dehogy, a korona györönő. Csak nem vagyok benne biztos, hogy én vagyok rá a legérdemesebb személy, mondtam. Úgy tűnt az idős ember megértett. Még nem vezettél ki minket teljesen a vadonból épjük rájön. Továbbra is szükségünk van útmutatásodra. Feltettem magamon a kérdést, Tarnum, vajon mit szeretne, mit tegyek? Hirtelen belém villant a válasz. Ebben a pillanatban nem sok kellene ahhoz, hogy népen visszatérjen az önpusztító életmódhoz. Ha törzsek életben akarnak maradni, segítségre van szükségük, és egyre csak én tudtam nekik segíteni. Így fejemre helyeztem a koronát, miközben a törzsvezetők olyan hangosan éreztek, hogy majd beszakadtad a pártyán. Hát innen fogjuk folytatni, és jól tippeltem, az elején nincsen várunk. Kíváncsi leszek, mi vár majd ránk. A ti is búcsúzom tőletek. Sziasztok!